Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Hello Szombat legújabb adásában. Ne ijedjenek meg, igen, itt Tápai Dórának kellene ülnie, de sajnos ugyanúgy, mint ahogy két héttel ezelőtt, így most is beteg lett, tehát én helyettesítem. Remélem, velem is beérik ma, úgyhogy kezdjük az adást. Az idei év januárjától a Királyi Váró, valamint a Várkapitányi Lap, ahol ugye most is vagyunk, mondhatni egy kulturális központként is üzemel. A Királyi Váróban számos eseményen vehettek már részt, de a Várkapitányi Lapban most március 25-ével egy különleges fotókiállítás fog nyílni. Vendégünk Paraszkai György. Szervusz, örülök, hogy itt vagy. Akkor először is mondjuk el a nézőknek, hogy aki eljön a megnyitóra március 25-én délután 4 órakor ide a Várkapitányi Lakba, akkor mit is láthat? Hát egészen pontosan színházi fotókat fog látni, remélem minél többen. Ezek a fényképek Szentendrei Teátrum 7-8 évadát ölelik föl 2012-től 2018-ig. Én akkor a teátrum fotósa voltam, és az itt készült több ezer fotó anyagából készült egy szűkebb válogatás, és annak egy részét fogják látni a kedves látogatók. És azt is mondjuk el, hogy ha eljönnek a látogatók, a nézők, akkor egy különleges színésznővel is találkozhatnak, aki ugye itt lesz a megnyitó mégpedig. Igen, nagyon nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy Molnár Piroska, aki több képen is szerepel a kiállításon, Kossuth Díjas nemzetszínésze, ő fogja megnyitni a kiállítást, mégpedig azon módon, hogy a könyvben szereplő szövegek közül kettőt felolvas. Ezt mindenképpen muszáj kiemelni, hogy a könyvnek legalább olyan fontos része a szöveg, amit Sándor Erzsi, egykori színésznő, ma rádiós újságíró készített, és hát a képekről írta le a gondolatait. A színházi fotózás ma is megvan az életedben, még hogyha nem is éppen Szentendrén? Igazából én grafikus vagyok, tehát az alapszakmám az tervező grafikus. A színházi fotózás az a Szentendrén jött, amikor elkezdtem Szentendrén dolgozni, de nem mint fotós, hanem a Szentendrei Partmozit csináltuk a feleségemmel, és akkor hát én kéznél is voltam, meg a színház gyerekkorom óta, a fiatalkorom óta nagyon érdekel, úgyhogy ez kifejezetten a Szentendrei Teátrumra korlátozódik a színházi fotózás. És annak most vége van már teljesen? Szentendrén egyelőre nem kért fel az új vezető arra, hogy én fotózzak a teátrumban. Ha felkérnek, nagyon szívesen, mert tényleg a szívem csücske volt a színházi fotózás. És nem akárki fogja megnyitni egyébként a kiállítást, hanem azt gondolom, hogy a színházi fotózásnak a legnagyobb személye, akivel én mondhatni, hogy napi kapcsolatban vagyok, Keleti Éva. Ti hogyan kerültetek kapcsolatba egymással? Hát igen, a másik személy, akit semmiképpen nem lehet kihagyni, ha már a könyvről és a kiállításról beszélünk, az Keleti Éva. Az album, amit itt láthatnak a kedves nézők, az Keleti Éva segítségével jött létre olyan értelemben, hogy a képek kiválogatásában nagy segítségemre volt. Keleti Évával legelőször, hát remélem nem haragszik meg, 1972-ben találkoztam a Magyar Távirat Irodában, kezdtem a pályámat, mint fotóriporter gyakornok, és az Éva, hát akkor már ő nagy menő volt ott, és hát akkor is a színházi fotózás szinte egyeduralkodója volt. És aztán egy évvel ezelőtt teljesen véletlenül mindentől függetlenül találkoztunk valahol, és megkérdeztem, nagyon megörültünk egymásnak, és megkérdeztem, hogy Éva megnézné-e a fotóimat. Akkor én már tervbe vettem, hogy lesz ez az album, és hát ő nagyon szívesen és nagy örömmel vállalta. Odaadtam neki a pendrive-on a fotókat, hogy nézze át, és majd jelentkezzen. És hát eltelt egy vagy két hét, és hát én már
borzasztóan izgultam, hogy biztos olyan rosszak a képek, hogy ő neki kellemetlen jelentkezni. Majd egyik délután vagy este csöngött a telefon, és mondja, hogy üdvözlöm, Gyuri, hát maga jól kiszúrt velem. Hát mondom, úristen. Azt mondom, miért, Éva? Azt mondja, hát nem tudok kiszórni, mert megkértem, hogy a felére ezt a 240 fotót csökkentse a felére. Te azt mondja, nem, hogy a felére nem tudom csökkenteni, de 4-5 képen kívül én szívem szerint nem hagyna. Úgyhogy így indult a történet, és aztán, amikor elkészült a könyv, azt mondta az Éva, hogy hát nem kéne ezt egy könyvbe bezárni, hanem csináljunk kiállítást. Tehát tulajdonképpen a könyv bemutatóval egybekötött kiállítás az tavaly ősszel volt Budapesten a MOOC székházban, amit szintén Éva nyitott meg, és nagyon nagy örömömre elvállalta ezt a kiállítást. Tulajdonképpen ezt a kiállítást kétszeresen is neki köszönhetem, mert amikor augusztus 20-án itt volt az ő kiállítása, amit szintén te szerveztél, azt hiszem párosban vagy kettesben? Párban című kiállítása. Én akkor itt voltam, és láttam ezt a fantasztikus helyszínt, ami alattunk van, ahol a fogadás is volt. És akkor én vettem egy mély levegőt egy pár hónap után, és megkerestelek téged teljesen ismeretlenül, és megkérdeztem, hogy nem lehetne nekem ott lent abban a térben, és aztán így indult annak az eredmény, hogy ma itt ülünk és beszélgethetünk. És aki eljön, akár a megnyitóra, vagy később is, ugye május 1-ig látható majd a kiállítás, tehát addig bőven megnézhetik. Aki ilyen körülbelül hány darab fotót láthat? Megegyeznek a fotók, amik a könyvben vannak, vagy annál több lesz, kevesebb? Hát annyi nem lehet, mert azt hiszem 140 vagy 150 kép van az albumban, és annyit nem is férne el, mert nagyméretű képek is lesznek. Olyan 40 és 50 között lesz a képek száma, szinte ugyanazok, mint a könyvben, de van egy-két olyan kép, ami nem szerepel a könyvben. Tehát gyakorlatilag 90%-a a könyvben megtalálható, és ha már rákérdezsz a könyvre, akkor azt is, ha itt elmondhatom, és nem a reklám helye, hogy a könyv itt megvásárolható lesz abban a pár darab, ami még van, hát azért nem kell aggódni, tehát van, de itt a megnyitó alkalmával személyesen dedikálom is, tehát itt megvásárolható lesz az album. Tudom, hogy ilyet nem szabad fotóstól megkérdezni, tehát ez tabu, de neked melyik a kedvenc képed? Hát, tényleg nincs olyan, hogy kedvenc képem, de ami akkor azt mondanám, hogy ami a legemlékezetesebb, és Éva ki is emeli a könyv előszavában, amit volt kedves és írt, egy ajánló előszót, amit ki is lesz függesztve egyébként a kiállításon, és ő is ezt a képet emeli ki, és a kiállítás megnyitón is azt mondta, ha én több más képet nem csináltam volna egész életem, csak azt az egyet már akkor is megérte, ezt mondta. Margitta Jági van a képen, a Happy Ending című előadás közben, ami onkológiai osztályon játszódik a darab, ennek ellenére egy vígjátéknak lehet apostrofálni, de egy ott készült fotó, ami aztán sajnos azt kell, hogy higgyem, hogy az egyik utolsó színházi fotója az Áginak, mert egy-két hónap múlva sajnos eltávozott közülünk. Tehát a Margitai Ágiról, aki ő már biztos, hogy tudta, én még akkor nem tudtam, hogy súlyos betegen egy rákos nőt játszott, és hát ez a kép. Beleüvölti a fájdalmát a világba, illetve hát ebben az esetben a kamerába. És ha ezt kérdezed, akkor ez az egyik legemlékezetesebb kép. De ez azért emlékezetes, mert maga a színdarab miatt, vagy maga az, hogy ugye rá pár hónapra Margitai Ági igazából abban a betegségben megy el, amit játszik el. Hát mind a kettő, sőt, ha azt mondhatnám, egy harmadik, amit nem említettünk, hogy én az Ágit nagyon jól ismertem még főiskolás korom óta, magán természeti okokból én jól ismertem az Ágit, és hát mindezekért. Tehát a darab jó egyébként, tehát nagyon jó a darab, jó is a darab, és hát az Áginak, tehát hogy ez véletlenül így összejöhetett, hogy ebbe, igen, azt mondják, hogy egy kép többet mond ezer szónál, ha majd megnézik, akkor látják, hogy ez a kép az, ami. Ha ma elmész színházba, akkor, és nézed a színdarabot, akkor közben ott van
hogy na, ezt a képet, vagy ezt a momentumot kéne megörökíteni? Nagyon jó, hogy ezt kérdezed, mert pont a múlt héten voltam a Katona József Színházban, a Rozsda temetőt néztem, a Rozsda temető 2.0-át, tehát nem a Fejes Endre félét, hanem azt hiszem a Tasnádi írt hozzá szöveget, és ugye azt kérdezett, hogy fotószemmel, úgy is, de mint grafikus néztem, és többször eszembe jutott, hogy a plakátot kéne csinálnom a színdarabhoz, mi lenne az? És ez is járt a fejembe. De egyébként abszolút így van, hogy ha nézek egy darabot, akkor szinte nézem, na most ez kellett volna exponálni, most kéne. Szóval igen, ez így van. És ez terve van, hogy azért még előveszed a gépet esetleg? Hát a gépet, most már a gép, a telefon szinte helyettesíti, mert a minden nap a civil életben én a fényképezőgép helyett a telefonomat használom, ami majdnem olyan jó minőségű képeket készít, mint egy fényképezőgép, meg csendes is, meg kevésbé feltűnő, de ahogy mondtam is pár perc ezelőtt, hogy kapnék egy felkérést, én nagyon szívesen, örömmel, főleg színházi képeket nagyon szívesen csinálnék, ahogy színházi plakátokat is. És melyik van közelebb hozzád, mint grafikus vagy fotós? Ugye ez, egyébként ezt azért kérdezem, mert az Évával pont beszélgettünk a múltkor, az nem titok, hogy én nagyon sokat megyek hozzá, és a kiállítás is szóba került. És ezt az Éva is felvetette, hogy a Gyuri az fotósként grafikus, grafikusként fotós. Tehát, hogy ez a kettő, ez keveredik? Abszolút keveredik. Hát ugye a komponálás, képszerkesztés, a látásmód, ezt írja is, vagy beszélgettünk erről, talán írja is, hogy a képeimben nagyon látszik a képzőművészeti háttér. De ez így jó pofán hangzik, meg is nagyon sok igazság is van benne. A Vukán Gyuri, akivel én jobban voltam, ő mindig mondta, ugye ő alapszakmáját tekintve, ő fogorvos. És mindig mondja, hogy nevetően mondta, hogy a fogorvosok között én vagyok a legjobb zongorista, és a zongoristák között én vagyok a legjobb fogorvos. Úgyhogy ez engem soha nem zavart, de azt tapasztaltam az egész szakmám során, az életem során, hogy a grafikusok úgy tekintettek rá, hát most neki nem kell semmi díjat adni, meg ő tulajdonképpen fotós, vagy hogy fotós. A fotósok meg ugyanezt mondták, hogy hát ők miért adnak bármilyen fotós díjat, mikor ő grafikus. Tehát ez mindenki szeret, mindenki jó volt, csak úgy valahogy úgy gondolták, hogy majd a másik. De engem ez nem zavar, tehát az se zavar, hogy nincsenek díjaim, vagy ilyen jellegű díjaim, de ez a kettőség, ez ilyen. Hát szerintem sokan vannak így az életben. Azt gondolom, hogy egy fotóalbumnak az egyik, két nehéz része van. Milyen fotó kerüljön be, de annál sokkal nehezebb, hogy melyik fotó kerüljön címlapra. Hát ugye, hogy a borítón mi legyen. Miért ez a fotó került ki? Az a helyzet, hogy amikor én ezt elkezdtem, ez az ötlet egyáltalán felmerült bennem, most már lassan egy éve, én már tudtam, hogy ez lesz a borító. Tehát ha ebből lesz könyv, akkor biztos voltam benne, hogy ez a fotó lesz az, és én ragaszkodtam is. Itt kell megemlíteni a könyv tervezőjét, aki Kemény Zoltán, tipográfus, grafikus művész, fantasztikusan jó munkát végzett, ahogy elmúlt évtizedekben egyik Magyarország kiemelkedő könyvtervezője, szerintem. De hogy miért ez a fotó? Mert ez az előadás az egyik legkiemelkedőbb és a legemlékezetesebb, az egy őrült naplója, ami mondhatnánk, hogy Keresztes Tamás egy személyes produkciója, bár Bodó Viktor rendezte a darabot, de Keresztes Tamás tervezte a díszletet, a zenét, ő zenél benne. Én nem, annak idején, hát már nem emlékszem rá, de tudom, hogy láttam a Darvas Iván féle őrült naplóját a Pesti Színházba, és én merem állítani, hogy a korunk,
Nem mint színész korunk Darvas Iványa, de ez korunk, a 21. század egy őrült naplója, amit Keresztes Tamás itt létrehozott. Szóval azért, meg hát mint fotó is, szerintem benne van minden ebbe az arcba, a színházról, egy alkotó, egy művész szenvedéséről, gyötrelmeiről. Szerintem ő az, ami ez a borító. Március 25-e, szombat, 16 óra, itt a Várkapitányi lakban a megnyitóra mindenkit várunk szeretettel, illetve aki nem tud eljönni, akkor május 1-ig a kiállítást megtekintheti, és a megnyitón pedig akkor magát ezt az albumot is itt megvásárolhatja, ha szeretné, amit te dedikálsz. És pluszban még találkozhat akár Molnár Piroskával, vagy Keleti Évával is, illetve azokkal a színészekkel képformájában, akiket kiállítunk. Én amennyire tudom, még más színész, hát nekem nem kollégáim, de más színész kollégák is jelezték, hogy ők itt lesznek, mint hogy nagy örömömre szolgált, hogy a MÓSZ megnyitón Kulka János is megjelent személyesen, akit itt láthatnak 70-100-as méretben. Ha ő nem jön el személyesen, akkor őt mindenképpen láthatják. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor mi megtalálkozunk 25-én. Köszönöm szépen a meghívást. Az időjárás sajnos nem volt a legkegyesebb március 15-én, de azt gondolom, hogy egy nagyon szép ünnepséget tudhatunk magunk mögött. Most nézzenek meg ebből egy összefoglalót. A hagyományoknak megfelelően fáklyás felvonulással tisztelgett Gödöllő fiatalsága az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt, március 14-én. A felújított Petőfi szobor előtt Molnár Gergely tartott emlékező beszédet. A program folytatásaként katonadalokat hallgathattunk meg Angyalvirágsára előadásában, majd a megemlékezést a hagyományoknak megfelelően fáklyás felvonulással és annak végállomásánál a Dózsa György úti temetőben a 48-49-es emlékműnél koszorúzással zárták. Hagyományosan a gödöllői városi fúvós zenekar térzenéjével kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 175. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi program. A megemlékezésen dr. Gémesi György polgármester mondott beszédet, melyben középpontba és példaképként állította Petőfi Sándort. Gémesi György beszédét követően a Rokka zenekar Trombita Harsok Dobperek című ünnepi műsorral tisztelgett nemzeti hőseink emléke előtt. A műsort követően az ünneplők a Petőfi év alkalmából felújított Petőfi szoborhoz vonultak, ahol Bárdi Péter alpolgármester megemlékezett arról is, hogy a költő több napot töltött Gödöllőn. A szobornál az önkormányzat, a városi intézmények, valamint a pártok és különböző civil szervezetek elhelyezték az emlékezés koszorúit. A megemlékezést a Gödöllői Lovasport és Hagyományőrző Egyesület hagyományos lovas felvonulása zárta. Kisgyerekes szülőknél azt gondolom mindig nagy gond, hogy eldöntsék, mi legyen a baba sorsa. Beadják-e a bölcsödébe, vagy esetleg anyuka otthon tud-e még maradni, vagy a harmadik megoldás, hogy a nagymama vigyáz a kisgyermekre. Gödöllőn egy picit átalakult a helyzet az elmúlt időszakban, hiszen a Kossuth-Lajos utcában a bölcsöde bezárt, az egyetemi bölcsödét lebontották, de aki most arra jár, láthatja, hogy elkészül, legalábbis elkezdték építeni a bölcsödét, és reméljük, hogy minél gyorsabban el fog készülni. A vendégeim most pontosan erről fognak beszélni, Varga Gyöngyi és Rabné Simon Gyöngyi. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Na akkor először is, hol tartunk most az új bölcsödénél? Most már elkezdődött a látványosabb folyamata az építkezésnek. Eddig a pályázat megírás, a tervezés, ami kevésbé volt látványos a lakók számára, de ma már láthatják, hogy az egyetemi épület lebontásra került, és már elkezdődött a tereprendezés és az építkezés maga. És most egyébként rendben van, hogy egyetemi bölcsőde lebontásra került, mint elmondtam, a Kossuth-Lajos utca az bezárt, de azért nem maradtunk bölcsőde nélkül, tehát működik a bölcsőde. Így van, a két kicsi bölcsőde most egy telephelyre költözött ideiglenesen az építkezés idejére. Ez a Mesékháza óvodájának egy épületében kaptunk úgymond
ideiglenes elhelyezést, úgyhogy a két kis bölcsöde négy csoporttal összevontan működik jelenleg. És ez mit jelent akkor, kevesebb gyermeket tudtok jelen pillanatban befogadni, mint mondjuk előtte? Igen, ez egy pici létszámcsökkenést jelentett most ebben a nevelési évben. Most 52 gyermeket tudunk elhelyezni ebben az épületben, de erre tudatosan készültünk akkor, amikor a bölcsődei beiratkozás zajlott, mivel tudtuk, hogy költöznünk kell, ezért ezt tudatosan próbáltuk úgy tervezni, hogy nyilván mindenkinek legyen helye, akinek csak tudunk, és biztosítsunk bölcsődét, de természetesen olyan is előfordult, akinek sajnos várólistára kellett, hogy kerüljön. De igyekeztünk ezeket küszöbölni, és ahogy felszabadult férőhely, őket is vártuk szeretettel. És egyébként mondjuk, ameddig működött mind a két bölcsőde a megszokott helyen, addig hány gyermeket tudtatok befogadni? Mindkét bölcsődében 37 főnek volt hely. És akkor építkezés, milyenkor mondjuk a te feladatod? Tehát minden nap mész, felhúzod a kis sapkát, körbe mész, körbe jársz, vagy ezt hogy kell elképzelnünk? Hát ebben a fázisban most a mi feladatunk kicsit csökkent. A kiköltözés, az átköltözés, az új bölcsödének a kialakítása, ott a szakhatósági engedélyek beszerzése, a működési engedélynek a megszerzése az a mi feladatunk volt. Dr. Tamás Márta irodavezetővel együtt, és a mérnöki iroda kollégáival együtt, jegyzői osztály dolgozóival együtt, hisz ezek jogi kérdéseket is magába foglalt, és hát maga a helyszín kialakítása. Jelen pillanatban mi gondolatilag készülünk az új bölcsödére, névválasztás, csoportválasztás, már a dekorációban is gondolkodunk, ebben nagy szerepet szánunk tagintézményvezető asszonynak, hisz ő fog ott lenni, és ő fogja mindennapokat megszervezni. A tervezésnél egyébként a bölcsődei gondozók mennyire tudtak beleszólni abba, hogy hogyan nézzen ki, vagy mondjuk milyen funkciói legyenek a bölcsődének? Természetesen volt erre is lehetőségük, hiszen egyrészt, mivel a régi egyetemi bölcsöde az egy nem bölcsödének épült épület, és a mindennapokban mi ezt pontosan érzékeltük, hogy mik azok a hátrányok, ami egy új bölcsödének nem szabad, hogy megtörténjen, hiszen azért az új bölcsödénél egyrészt az engedélyeztetés, tehát a szakmai oldalról elég szigorú, és ilyen szempontból nyilván ment egy ötletelés, egy javaslat, tevés, megbeszéltük, és ebből nagyon nagy szerencsénk is volt, hogy a tervezőkkel együtt mi bevonódhattunk ebbe a folyamatba, és ugyanúgy a kisgyermeknevelőket is meghallgattuk, hogy mik azok a akár javaslatok, kérdések, amit jó volt így megbeszélni közösen a tervezőkkel együtt. És ilyen szempontból bevonódtak, igen. Hogyha elkészül az új bölcsőde, akkor az azt jelenti, hogy az óvodát visszaadjátok óvodának, vagy azért ott maradt még lehetőség arra mondjuk, hogy ha esetleg itt kevés a hely, akkor az még mondjuk ott még tovább üzemeljen? Nem tervezzük, így akkor két telephelyen fog működni, a palotakerti bölcsödében és majd az új egyetemi bölcsöde helyén épült intézményben. Mind a kettő akkor 84 férőhelyen fogja fogadni a gyermekeket. A tapasztalata az, én 11 éve vagyok bölcsödevezető, hogy eddig elegendő volt a bölcsödei férőhely, a várólista minimális volt, nagyon erősen szűrtük, hogy gödöllői lakosok vegyék igénybe a szolgáltatást, a lehetőségek szerint azok, akik valóban jogosultak voltak, és így nem volt hosszú várólista. Annak ellenére, hogy szájhagyomány mindig azt mondja, hogy nehéz bölcsödébe bekerülni, de Gödöllőn ez nem volt jellemző. Tavasszal már nehezebb, amikor feltöltöttük a csoportokat, mi is nevelési évbe gondolkodunk, tehát szeptemberettől augusztus 31-ig tart nálunk a nevelési év, tehát tavasszal már nehéz, de aki bölcsödébe szeretne jönni, és a beiratkozáskor beadta a kérelmét, mindig el tudtuk helyezni. Attól nem tartotok mondjuk, hogyha elkészül az új bölcsőde, akkor inkább azt mondják a szülők, hogy hát jó, hát ez a palotakert idején, inkább az újba szeretnék menni, tehát...
felmerült, mert hogy azért egy új, gyönyörű bölcsődének épült 50 plusz négyzetméteres csoportszobákkal, megújuló energiával, az biztos vonzóbb lesz. Én büszke vagyok a Palotakerti bölcsődére, bármikor elmegyek egy új EU-s bölcsőde megnyitására, mindig örömmel jövök vissza, és nem érzem, hogy rosszabb körülmények közé jönnénk. Szerintem jó állapotban van az intézmény, sok fejlesztés történt az elmúlt években, legutoljára egy nagyobb beruházás 17-ben az udvar felújítása volt, és most pont az a helyzet, hogy mindenki a Palotakerti bölcsődébe szeretne jönni, hisz azért a költözködés, a kiköltözés és majd a visszaköltözés is nyilván nehézségekkel jár, de majd meglátjuk, igyekszünk. Most is nyertünk a Tesco-s pályázaton, egy kültéri zenefar elkészítését szeretnénk megvalósítani. Ezúton is köszönöm azoknak, akik szavaztak ránk. Tehát, hogy minden évben újabb és újabb dolgokkal színesítjük a Palotakerti bölcsödét, ami most már a 47. életévét tapossa. Hát és akkor milyen extrák lesznek mondjuk az új bölcsödében? A korábbi években mi már elkezdtünk egy olyan fajta pedagógiai szemléletben gondolkodni a bölcsődei mindennapokban, hogy a fenntarthatóságra való nevelést, a környezeti nevelést, bár igen pici életkorúak ezek a gyerekek a bölcsődei korosztályról beszélek, hogy náluk nyilván nem egy elméleti tudás átadása a cél, hanem egy olyan fajta mindennapi tevékenységbe ágyazott, játékba ágyazott információ átadás, tapasztalatszerzés, élményekkel való ismerkedés a környezettől szűkebb, tágabb értelemben, hogy hiszen ők lesznek a jövő generációja. És hát bizony ez a mi felelősségünk, hogy egy olyan értéket, tudást adjunk át már ilyen pici korban, amiből ők majd felnőttként viszik tovább ezt a fajta szemléletet. Nyilván természetesen ezt a család elsődlegességi a család elsődlegességét szem előtt tartva, tehát kiegészítésként próbáljuk ezt beépíteni a mindennapokba. Értem én itt azt, hogy akár egy udvari séta alkalmával a természet kincseit gyűjtögetjük, azt felhasználjuk alkotó tevékenységeknél, vagy akár egy szelektív hulladékgyűjtés. Hát öröm látni, amikor a pici gyerekek a régi egyetemi bölcsődében is papírt gyűjtöttek a szülőkkel, és ezeket a tevékenységeket nyilván az új bölcsődében ugyanúgy szeretnénk kihasználni, de akár lehetőséget biztosítunk arra, hogy mosható textilpelenkát hozzanak a szülők a gyermeküknek, tehát hogy biztosítsunk erre is lehetőséget. Igazából az a cél, hogy ezek a gyerekek játékos úton ismerkedjenek a környezetvédelemmel, hogy ez fontos. És akkor mondtad, hogy egy valamiről nagyon szeretnél beszélni, ez pedig a bölcsődei beiratkozás. Igen, fontos, hogy a nevelési év, ami az iskolában tanév, az óvodában, bölcsődében nevelési év, az nálunk is szeptember 1-jével kezdődik. Ma már az óvoda egy kötelező intézmény lett 3 éves kortól. Megszűnt az a rugalmas átjárás, ami régen még működött, hogyha februárban betöltötte valaki a 3. életévét, ő átmehetett óvodába, és akkor felszabadult egy bölcsődei férőhely, és mi fogadtuk a saját korosztályunkat. Most nagyon figyelni kell a férőhely kihasználtság és a férőhely gazdálkodás miatt, hogy tényleg mindenki, aki tényleg vissza szeretne menni dolgozni, időben jelentkezzen. Jelenleg már online folyik a beiratkozás, várhatóan április 24-i héten fog ez megtörténni. A pontos dátumot meghirdetjük a honlapunkon, a város honlapján szolgálatba meg lesz hirdetve, de nagyon fontos, hogy aki még gondolkodik, nem tudja eldönteni, ahogy az elején mondtad, hogy bölcsöde, család vagy nagyi, tehát hogy miben gondolkodjon, várjuk őket szeretettel április 15-én egy nyílt napra, az egy szombati nap,
nap 9-től 12 óráig mindkét intézményt meg lehet tekinteni gyermekkel, játékkal, addigra egy tájékoztató füzetet is össze fogunk állítani friss adatokkal, meg lehet nézni a helyszíneket, tud választani akkor a szülő, hogy melyik intézménybe szeretne jönni, és egy kicsit betekinthet a mindennapunkban. Úgyhogy nagyon várjuk a szülőket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát akkor jó építkezést, és nektek pedig a legjobbakat a bölcsödében. Köszönjük szépen! A bölcsöde után a következő vendégem mondhatni, hogy beszélhetne akár az óvodáról is, de most kivételesen nem ezért van itt. Varga Lilla a vendégem. Szia! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Akik követik mondjuk a Facebook oldaladat, azok néha informálódhatnak arról, hogy hát azért te is nagyon sok mindent csinálsz, és mondhatjuk, hogy vagy mondjuk így, hogy létezik egy ilyen is, hogy átváltoztatjuk.hu akár, mert hogy nem csak hölgyeknek, hanem uraknak, sőt fiúknak is segítesz, hogy mondjuk úgy egy picit megváltozzanak külsőre, bár én azt gondolom, ha valaki külsőre változik, akkor belsőre is változik. Mi is ez pontosan? Én azzal foglalkozom stylistként, hogy segítsek az embereknek abban, hogy egyrészt, hogy hogyan öltözködjenek, de hogy ez nem csak annyi, hogy mit jelent a testalkatuk szerint jól öltözni, meg melyek a színeik, hanem sokkal inkább szerintem az nagyon fontos, hogy kinek milyen a személyisége. Úgyhogy igazából én, amikor ezt tanultam, akkor egyébként én 2 évig tanultam a Kreában, és volt egy harmadik év az art director szint is már, ahol divat bemutatókat lehetett tervezni. Én ezt nem végeztem el. Ez azért fontos, mert én pont amiatt nem végeztem el, mert engem az emberek érdekelnek. Hogy lehet valakiből kihozni azt a legtöbbet, ami az ő személyiségét kiemeli. És szerintem az borzasztóan fontos, hogy egy ruha az kiemeljen téged, és ne pedig eltüntesse a személyiségedet. Tehát van akinek a minimál jó, áll jól, van akinek a nagyon színes ruhák állnak jól, és akkor is megmarad a személyisége, de ott sokszor van, hogy ez ilyen nagyon vékony mezsgye, és nagyon könnyen el lehet rontani. De ahhoz, hogy mondjuk valakinek tudjál segíteni öltözködésben, akkor először a személynek a jellemét kell megismerned, vagy őt magát. Hát ugye két dolog van. Van egy triónk, ahol a fotózást szoktuk igazából vállalni. Ez csak annyiból érdekes, hogy ott sokkal kevesebb idő van. Tehát hogyha valaki, mondhatom a nevét, ugye? Ez a SI, ugye a stílus, harmónia és elegancia rövidítése. Balázs Tóth Eszter a sminkesünk, Köhler Ágia a fotósunk, és én vagyok a stylist. És ez a vállalkozás leginkább arra hivatott, hogy így együtt fotózásokat vállaljunk. De ami az érdekessége, hogy mondjuk, ha te azt mondod nekem, hogy Lilla, én szeretnék egy ilyet, akkor én azt fogom kérni, hogy vagy elmegyek és megnézem a ruhatáradat, és akkor én válogatom össze, hogy én mit adnék rá, de leginkább én jobban szeretem, hogyha én adhatok neked ruhákat. Tehát ez az egyik variáció, hogy egy fotózásra rövid távon, ott én előtte találkozom azokkal, akikkel dolgozunk, és nyilván beszélgetünk, kitölt egy kérdőívet, megismerem a szokásait. De ez a rövid táv. A hosszú táv, amikor valaki tényleg hosszabban, és egyébként szerintem ez a hatékonyabb, amikor leülünk, megismerkedünk, beenged a lakásába, tehát hogy beenged a gardróbjába, azért ami egy intim dolog, ott én azt átnézem, kiválogatom, hogy én mit dobnék ki, vagy adnék oda másnak, és mit tartanék meg, akkor az alapján megbeszéljük, hogy mi a kiinduló ruhatár, és utána elmegyünk vásárolni, és ez mind-mind arra is jó, hogy közben ismerkedünk. Beszélgetünk. Én azt gondolom, hogy egy stylist, aki szeretne jól dolgozni, annak szerintem elég jó emberismerőnek is kell lennie, mert nyilván nincsenek évek arra, hogy valakinek megismerjem a jellemét. Viszont nagyon-nagyon izgalmas, hogy én mit látok kívülről valakibe bele, vagy mit gondolok róla, és ő mit gondol magáról.
De most azért ezt mondjuk meg őszintén, hogy szerintem ebben azért kell egy jelentős bátorság is, mert... Mármint annak a részéről, aki megkeres? Mind a két részről, mert ugye... Igen, én beengednélek mondjuk a ruhatáramba, de neked viszont ott van az, hogy mondjuk el kell mondanod, hogy figyelj, ha ezt felveszed, ez kövérít, ebben nagy a feneked, és ebben azért benne van az, hogy megsértheted, vagy ő megsértődik akár, pedig lehet, hogy mondjuk te a legjobbat szeretnéd, mondjuk ezt hogyan lehet finoman közölni? Amikor, csak annyira ehhez kapcsolódik, mikor tanultam, 20 évesekkel tanultam együtt. És messze én voltam a legidősebb egyébként, és ez azon ritka szakmák egyike, ahol kifejezetten szerencsés, ha idősebb vagy. Mert nyilván nagyobb tapasztalattal rendelkezel, remélhetőleg jobb az emberismereted már, jó esetben bölcsebb vagy, és ezt arra is értem, nem csak arra, hogy a másik embert mennyire hamar tudom megismerni, hanem hogy hogyan kommunikálok. Tehát ez, amit mondasz. Én az elején mindig elmondom, hogy akkor dolgozzunk együtt, hogyha te készen állsz arra, hogy nem mindig fogod szeretni, amit mondok. Akármilyen finoman is mondom, de például azt, hogy azt mondani valakinek, hogy te egy telt testalkatú nő vagy, és ezért mondjuk, tehát nincs derekad, és ezt próbáljuk meg eltakarni, és másra helyezzük a fókuszt. Igen, ezen még ha ilyen szépen mondom, akkor is meg lehet sértődni. Viszont mivel én ezt előre elmondom mindig, ezért nem szokott belőle probléma lenni. Persze olyan van, amikor mondjuk a gardróbra azt mondom, hogy hát szerintem ezt nem, meg azt, hogy hát ez nekem avit, ez a ruha, és azt szoktam mondani a végén, hogyha elmegyek, nyugodtan visszarakhatsz bármit, ha te úgy gondolod, de onnantól, hogy elmegyünk vásárolni, nem fogod visszarakni a régi ruháidat, és különben ez általában tényleg így van. Úgyhogy igen, kell bátorság, én nem is bátorságnak hívnám, hanem nyitottságnak. Tehát önmagamra nézve is, hogy egy másik embert beengedek az életembe, és nyilván nagyon fontos a stylist részéről a hitelesség. Értem ezzel azt akár, ahogy kinéz, tehát ahogy öltözik, értem ezzel a kommunikációját. Én szerencsésnek tartom azért magam, mert nekem a kommunikáció azért az erősségem, és ez nagyon-nagyon nagy előny, azt gondolom, egy stylistnál. Az is benne van a pakliban, hogy mondjuk lehet, hogy valaki szeretne változni, de nem biztos, hogy ő megengedheti magának, vagy azt mondja, hogy igen, én szeretnék jobban kinézni, de én ezt, az én pénztárcám, ez nem biztos, hogy ezt fogja bírni. Ilyenkor mi történik? Az elején annyit el szoktam mondani, hogy igen, azt tudni kell, hogy 0 forintból nem lehet. Még akkor sem, ha turkálókat járunk, mert ma már az is azért egy jobb nadrágot is több ezer forintba kerül, vagy egy jó póló. Viszont azt én nem gondolom egyébként, hogy ne lehetne valakinek úgy segíteni, hogy nincsenek milliói vagy több százezer forintja a számláján erre. Ez lehet egy lassabb folyamat. Én azt szoktam kérdezni, hogy mondja meg ő, hogy mennyi pénze van, és akkor abból kiindulok, vagy azt mondom, hogy így nem tudunk, várjunk még egy hónapot. Tehát volt olyan, aki megkeresett, megkérdezte, hogy mennyibe kerül ez az egész, mennyi az én munkadíjam, és neki mennyi pénzre lenne ahhoz szerintem szüksége, hogy mondjuk egy tavaszi ruhatárat megújítsunk. Elmondtam neki, és fél év múlva kopogtatott be, hogy akkor ő most itt van. Tehát ez az egyik, hogy megkérdezi, és elkezdi rakosgatni a pénzt. Így is lehet, de azért nem... Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a fast fashion boltokban is tök jó, tehát nagyon jó dolgokat lehet találni. Én mindig nézem a leárazásokat, igyekszem amúgy is, ha megkeres valaki, azt nézni, hogy igen, egy bizonyos összeget hogy lehet sokkal hatékonyabban elkölteni. Én szeretem a second hand boltokat, vagy a turkálókat, most meg különösen egyébként, hogy ilyen drága minden. Úgyhogy szerintem erre is van megoldás. És mivel én nagyon szeretem csinálni, ezért én arra is nyitott vagyok, hogy akkor kezdjük el azt pénz nélkül, hogy találkozzunk mondjuk havonta egyszer, két hetente, tehát ahogy ő érzi,
hogy engem hogyan enged be, és beszélgessünk, nézegessünk képeket, küldök neki inspirációs fotókat, hogy én őt hogyan tudnám elképzelni. És aztán azt is szoktam mondani egy-egy ruhadarabnál, egyébként akár egy kabátnál, vagy, tehát amit nem cserélsz le sűrűm, hogy ott szerintem érdemes inkább spórolgatni és egy jobbat megvenni, ez a kevesebb néha több, és akkor valószínűleg 20 évre nincs gondja mondjuk egy szövetkabáttal, mint most megvenni valami olcsóbbat. De ha valaki azt mondja, hogy neki most kell, akkor simán azt mondom, hogy jó, akkor nézzünk olcsóbbat. Az ízlés szerintem nem pénzkérdése, azzal együtt, hogy nyilván egy szép darab, az egyébként drága. Ezt tudomásul. Egy igazán szép darab, ami tartós is, az egyébként valóban drága. És akkor melyik fázis szereted a legjobban? A tervezést, az átalakítást, vagy mondjuk a legvégét, amikor idézőjelben ott van a kész, amit elképzeltél? Hát én azt szeretem, amikor együtt dolgozunk. Tehát tehát amikor együtt vagyunk, amikor elmegyünk bevásárolni, amikor valaki bemegy az öltözőfülkébe, és én csak hordom a ruhát, és azt mondja nekem, hogy úristen, nem tudtam eddig, hogy ez mitől egy szakma. És hogy ott királynőnek érzi magát. Tehát, hogy nem ő rohangál a ruhák és az öltözőfülke között, hanem kiejt valamit a száján, és akkor én már viszem, vagy nem jó a méret, azt mondom, nem baj, maradj, viszem neki, hozom, viszem a ruhákat, és azt a részét, amikor először felfedezi magán, hogy egy olyan ruhadarabot, egyébként még a hideg is rád. Igen, látom, tényleg, hogy itt... Annyira szeretem, amikor, mert máshogy csillog a szeme, amikor meglátja magában a szépet. Neked is egyébként máshogy csillog most a szemed. Ezt nyilván nem tudom, de tök jó, érzem. Szóval az egy olyan fantasztikus érzés, amikor valaki magáról nem azt gondolja, hogy szép, és közben én tényleg nem marketing szöveg, hanem tényleg szépnek látom, mert egyből látom, hogy szerintem mire kellene a hangsúlyt fektetni, mit kell eltakarni, mindenkinek van olyan, nekem is van, amit el kell takarni, és van, amire hangsúlyt kell fektetni, tehát minden nőnél persze van néhány tökéletes alakú, meg arcú nő, de azért ez viszonylag ritka. Szóval az, amikor először felvesz egy olyan ruhát, ami igazán szép, ami igazán jól áll neki, és mondjuk egy olyan darab, amit sose gondolt volna magáról, hogy ez neki jól áll, és meglátja a tükörben, és általában úgy beállok mögé, és akkor így mutatom, magyarázom, hogy nézd, hogy itt ez azért szép, ez azért, nézd, ezt el kell takarni, és amikor ezt felfedezi, az fantasztikus. A fotózás az izgalmas egyébként, az nagyon izgalmas, de az egy végtermék, csúnyán fogalmazva, engem az odavezető út sokkal jobban érdekel, és még amit nagyon szeretek, hogyha egy év múlva, vagy valamikor felhív valaki, hogy akkor újra van egy kis pénze, vagy tartalék, és akkor most megint szeretné, ha segítenék, mert az nyilván visszacsatolás. Na és ami még a lényeg, hogy te vagy azt szerintem, aki soha nem unatkozik, mert amint lehet, hogy lenne 2 perced, akkor találsz magadnak valamit, és most pont egy-két napja Facebookon a férjeddel Karcsival valami hatalmas nagy bejelentésre készültetek, ez egy nagy titok, lehet már erről a titokról esetleg valamit tudni? Igen, szerettünk volna létrehozni, és hát még nincs kész, hanem most dolgozunk rajta, hogy nyárra készen legyen, egy közösségi teret, aminek a neve az, hogy olyan, mint mi. Ez nagyon érdekes volt egyébként, mert hát ezt te nagyon fogod érteni szerintem, hogy tudod, amikor a nagyon egyszerűt keresed, amilyen, ez a miért nem nekem jutott eszembe. És kerestem a nevet, hogy mi az, ami kifejezhetné azt, amit mi szeretnénk, és... Otthon ültem, szinonima szótár, tudod, rím szótár, mindennel, tudod, hívószavak, egyik szirúposabb volt, mint a másik, borzasztó volt, és nem igaz, hogy nem jut valami tök egyszerű az eszembe, és Karcsi jött haza, és kérdeztem tőle, hogy te mit mondasz, amikor erről a táborról, vagy erről a helyről beszélsz, az elsőt nem mondom el, hogy mit mondok, aki Karcsit ismeri, sejti, igen. És akkor mondom, jó, oké, de ezen kívül, és akkor erre mondta, hogy hát, hogy jó lesz, és akkor azt miért te mit mondasz? És akkor mondtam, hogy hát az, hogy ez egy fantasztikus hely lesz, olyan, mint mi. És abban a pillanatban tudtam, hogy ez egy annyira jó név, mert ebben minden benne van, szóval ez egy közösségi tér lesz, ugye 3000 négyzetméteres területen, ez a mi területünk egyébként,
És először piciknek, tehát óvisoknak, ugye óvodapedagógus vagyok, én 4 évvel táboroztattam Halászárpinál, 4 évig Hanival, és aztán rájöttem, hogy én szeretném a saját utamat járni, és nyáron indul ez a 4 tábor, most már kikerült a Facebookra szerintem gyönyörű plakát, pont olyan, mint Gödöllőn a Boncsoki rész egyébként, ezt sokan nem tudják, ez Blahán van, fent a hegyen. Egy nagyon-nagyon szép helyen, 4 féle tábor, lesz gasztróvi, lesz kicsi ökolábnyom, lesz művészpalánták, az festészet, képzőművészet, és Görbetölgyek Erdélyben mesetábor, 7 hét az óvisoknak. És terveink között szerepel azért felnőtt események is, szerepelnek, de erről még most az óvis programok a lényeg, most azon van a fókusz, és majd amikor az már elindult, és egy kicsit a saját lábára állt, akkor fogunk elkezdeni a felnőtt programokkal foglalkozni. A lényeg, hogy egy olyan közösségi teret szeretnénk, ahol úgy lehetünk együtt, hogy ott beszélgethetünk, ott értéket teremtünk együtt, ott lehetnek akár halk akusztikus koncertek, meg könyvbemutatók, meg előadások, és amikor vége, akkor nem kell elmenni, hanem ott még tovább tudunk együtt lenni és beszélgetni. És akkor már csak egy nagyon picike időnk van, hogy állsz az énekléssel? Arra most nincs időm, de vannak terveim, meg terveink Karcsival, most nem azon van a fókusz. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor még szerintem fogunk találkozni a tábor miatt is, a közösségi tér miatt, és szerintem még az éneklés miatt is. Remélem. Köszönöm szépen. Gödöllő egyik legaktívabb testvérvárosa Wageningen, és mint ahogy pár héttel ezelőtt Szedmák Ágnestől hallhatták, hogy igazából miről is szól ez a kapcsolat, úgy most megtudhatják, mondhatni, hogy első kézből, hiszen most wageningeni fiatalok látogattak el Gödöllőre. Ők mondják el a véleményüket. Március 14-én kora délután érkezett meg egy 26 fős serediák csoport testvérvárosunkból, Wageningenből. A holland fiatalok egy hetet lesznek itt, törökös diákoknál fognak megszállni, és most erről a csereprogramról kérdezem őket, hogy megtudjunk két dolgot. Szia Bálint! Ti, ha jól tudom, pont januárban voltatok kint Hollandiában egy hetet. Mit csináltatok, milyen programok vártak ott rátok, milyen volt? Először is megnéztük az iskolájukat, körbevezettek, hogy ők hol tanulnak, és miként mennek iskolába, hogy működik náluk az iskolarendszer. Volt egy teljes napunk Amsterdamban, ahol körbevezettek minket, ugye ott ő legnagyobb városukban. Ezen kívül nagyon sok helyet megmutattak nekünk, így programokon kívül a diákok. Ezek mellett pedig megláttuk, hogy az ottani családok hogyan és milyen körülmények között élnek. Itt most milyen programokkal készültök, miket fognak a többiek csinálni, mint a holland srácok csinálni? Ma elviszük őket a március 15-i fáklyás felvonulásra. Itt Gödöllőn, csütörtökön el szeretnénk őket vinni, bejárni Budapestet, megmutatni nekik a mi fővárosunkat. Pénteken pedig egész Gödöllőt szeretnénk velük megjárni, megmutatni nekik a palotát, a kastélyt, bocsánat. Igen. Itt van 2 holland is mellettünk. Jártál már Gödöllő, vagy ez az első alkalom? Most először vagyok itt. Hogy tetszik eddig? Még csak az iskola környékén voltam, de tetszik. Gödöllőn még nem voltam, de Magyarországon már egyszer nyaraltunk, teljesen más, mint Hollandia, de nagyon jól érzem magam. Mit tudtok Gödöllő és Wageningen testvérvárosi kapcsolatáról? Nem sok minden, de azt tudom, hogy Wageningenben volt egy nagyszabású esemény a Városházán, úgyhogy ebből gondolom, hogy jól működő, jól bejáratott kapcsolat lehet. Tudom, hogy nem egy apró kapcsolatról van szó Magyarország és Hollandia között. Az emberek szeretnék, ha a két ország jobban megismerni egymást, és ez kifejezetten jól működik Gödöllő és Wageningen esetében, hiszen már nagyon sok éve folyamatosan találkozunk. A koronavírus járvány következtében volt ebben egy szünet, de idén újult erővel indult újra a kapcsolat. A Gödöllői Királyi Kastélyra azt szoktuk mondani, hogy városunknak a zászlós hajója. Igen, a Gödöllői Királyi Kastély Gödöllőn a legismertebb hely. De sokkal több annál, mint sem egy múzeum, ahol Erzsébet királynéra vagy Ferenc Józsefre emlékezhetünk.
Ma már Gödöllő egyik kulturális központja is, és köszönhetően az elmúlt időszaknak, amikor sajnos a rezsiválság miatt be kellett zárni nagyon sok helyszínt, a Gödöllői Királyi Kastély befogadott minket. A vendégünk Újvári Tamás, igazgató, akinek itt is szeretném megköszönni azt, hogy mondhatni fél évig befogadta a Művészetek Háza és szinte az összes gödöllői rendezvényt. Nehéz időszakon vagytok túl? Azért vagyunk nehéz időszakon túl, mert mindenki azt mondja, hogy befogadtuk ezeket, de én azt gondolom, hogy ez egy természetes dolog. Tehát a kastély az mindig is a városnak a szerves része volt. Azt gondolom, hogy a kulturális szolgáltatóknak kiváló kapcsolata volt mindig is Gödöllőn belül. Ezek a szolgáltatók beszélgetnek egymással, inspiráljuk egymást, tanulunk egymástól. Úgyhogy sajnos ebben a helyzetben, amikor hát bizony az energiaválság miatt át kellett gondolnia mindenkinek a működést, amikor a kastély szerencsésebb állapotban fogadta ezt a kialakult helyzetet, akkor természetes dolog, hogy együtt dolgozunk tovább és segítünk egymásnak. Úgyhogy leginkább ezért furcsa számomra, mert mindenki úgy közli ezt, hogy ilyen befogadás, meg mi jó fejek voltunk. Szerintem meg ez egy természetes dolog. Együtt élünk, együtt dolgozunk, és együtt próbálunk a közönségnek kedveskedni minden nap. Azért én megköszönöm a jó fejséget, mert tényleg bármikor volt igen, jó kapcsolat van a kulturális csoportok között és a kastéllyal, de tényleg nem volt olyan, hogy bármikor hívtalak téged, vagy Pásztor Szilvit, akkor ne segítettetek volna bármiben és azonnal, úgyhogy akkor én azért itt azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében megköszönöm az egész kastélynak ezt a pozitív hozzáállást. Na de menjünk egy kicsit előre, mert reményünk szerint most már kitavaszodik, és akkor jön a meleg. Ettől függetlenül, attól függ, hogy mondjuk kijövünk, ti azonban nyittok, mégpedig akkor kezdjünk mondjuk egy ibolya nappal, hiszen itt van a nyakunkon a húsvét. Igen, igyekszünk a hagyományos programjainkat tovább vinni. Az ibolya nap az, ami mindig elindítja a szezont a Gödöllői Kastélyba. Ilyenkor is járnak vendégek, de nyilván nem a nyári csúcs szezon, nem lehet azt látni, hogy tele van a kastély előtt az Ady Endre sétány is, nem csak a parkoló. Nem lehet azt látni, hogy buszok jönnek, mennek a ház előtt, ilyenkor még csendesebb az élet. És a húsvéti időszak az, amikor igazán beindul a turizmus, és a Gödöllői Kastély bizony a sok ezres napi átlagos látogatószámát eléri. Úgyhogy ezért is fontos számunkra ez az ünnep, illetve hát Erzsébet királyné okán, hiszen az ő kedvenc virága, az ibolya az, ami ezt a hosszú hétvégét nálunk mindig fémjelzi. Egy pici rossz hírem is van ennek kapcsán, ezért sokat szoktak engem szívni, és vállalom az én felelősségem. Annak idején a Covid előtt bevezettük azt, hogy ezeken a rendezvényeken sétáló jegyet kérünk el, tehát hogy kellett fizetni egy jelképes összeget. Ez idén is visszajön. Azt szokták mondani, hogy hát ez mindig ingyenes rendezvény volt. Lehet, hogy nem kellett érte fizetni, de tessenek végig gondolni, mi az ingyenes. Ki kell fizetni a fellépőket, az orvosi ügyeletet, a biztosítást, a rengeteg ott dolgozónak a munkabérét, tehát hogy hatalmas költségekkel járnak ezek a fesztiválok. Ehhez képest jelképes sétálójegyet kérünk, amit most már nem csak a múzeumi belépőre lehet felhasználni, tehát le lehet vásárolni. Pont a gödöllőiektől jött ez a panasz annak idején, hogy hát persze múzeumban le lehet vásárolni, de a gödöllőiek már sokat látták a kastélyt, ők nem akarnak bemenni, hanem a vásározókkal, árusokkal, kávézóval, fotóműteremmel, pálmaházzal, gyakorlatilag mindenkivel megállapodtunk, tehát a sétálójegy felhasználható lesz. Cserébe viszont az egész napos programsort ingyenesen lehet majd élvezni ezzel a sétálójeggyel. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt tudják a hozzánk érkezők, és főleg a gödöllőiek, hogy ezzel segítik, hogy ezek a rendezvények létrejöjjenek. Ugye minden egyre drágább. Beszélgettünk itt a felvétel előtt, hogy bizony a Gödöllői Kastélyba fűtöttünk a téli időszakban, ezért tudtuk a programokat megvalósítani, de hát hatalmas fűtésköltségei vannak a kastélynak. Valahogy nekünk is meg kell oldani, hogy ezek a programok működjenek. De a lényeg az, hogy lesznek színes programok. Talán még sosem volt ilyen sok program egy-egy ilyen hétvégén, mint az ibolya napon lesz a Gödöllői Kastélyban. Kicsikre, nagyokra egyaránt gondolunk, és szeretettel várjuk a gödöllőieket is. Azt mondtad, hogy ugye a gödöllőiek már sokat látták a kastélyt, de én azt gondolom, hogy ebben az időszakban, akár mondjuk húsvétkor, vagy mondjuk a koronázási hétvégén, azért a kastély múzeuma is egy kicsit másik arcát mutatja, sokkal többet kap az, aki ellátogat ilyenkor mondjuk a múzeumi térbe.
Kevesen tudják itt helyben, hogy most már két főállású olyan kolléganőnk van, akinek az a dolga, hogy legyen szép, és folyamatosan legyen szép. Kosztümös tárlatvezetőink vannak, akik ilyenkor beöltözve várják a látogatókat és mutatják meg a házat nekik. Azt gondolom, hogy különleges élmény, amikor Erzsébet királyné egyes szám első szemében mesél, hogy ő hogyan él itt Gödöllőn. Ezeken a napokon folyamatosak az ilyen programok. Illetve nagyon népszerű, Covid alatt kezdtük el egyébként, és annyira népszerű, hogy az idei évben gyakorlatilag szinte már folyamatosak lesznek az ilyen családi naptípusú rendezvényeinken az úgynevezett sétáló koncertek. Mert ahogy te is említetted, a Gödöllői kastély nem csak múzeum, jóval több annál. És ezt a többlet tartalmat, ezt próbáljuk megmutatni a hozzánk érkezőknek. Sétáló koncerteket vezettünk be, amikor is a kiállítás különböző pontjain várnak zenészek a látogatókra. Ha valaki le akar ülni, úgy is élvezheti, mint egy hagyományos koncertet, de nincs elvárás, ki lehet menni, be lehet jönni, és a látogatás közben nem csak a tárgyak szépségében lehet csodálkozni, nem csak a Gödöllői kastélynak ezt az elbűvölő báját lehet beszívni magunkban, hanem a zenével is próbálunk hatni a vendégekre. Azt gondolom, hogy ez is különleges élmény. De ha már arról beszélünk, hogy kinek mennyire ismerős a Gödöllői kastély, a tavalyi évben, amire talán a legbüszkébb vagyok, hogy hatalmas műtárgyvásárláson vagyunk túl. Közel 50 millió forint értékben vásároltunk műtárgyakat a Gödöllői kastély múzeuma számára, amiket folyamatosan helyezünk ki. A nyári időszakra szinte már az összes tárgy kikerül. Ezek között van hihetetlenül értékes Ferenc Józsefnek a vizes kancsójaként vettük meg, ez egy 6,5 kg színezüstből készült hatalmas nagy serleg, amiről hát így vásároltuk meg, hogy Ferenc József gödöllői dolgozószobájából való vizes serleg, és rögtön a restaurátor Mihenyt ott hagytuk egy óra múlva, telefonált, hogy ebben bizony vörösbor volt, mert az illesztéseknél még mindig ott van. Így tudjuk, hogy Ferenc József Gödöllőn sem vizet ivott bort. Szóval ezek a tárgyak kerülnek ki, Erzsébet királyné írószobájába az eredeti ülőgarnitúra került ki, eddig csak egy kortárs darab volt kihelyezve. Úgyhogy kínálunk újdonságokat, érdemes eljönni a Gödöllői kastélyba és ismét szétnézni. És azt gondolom, hogy főleg azért a kisgyerekes szülőknek, főleg ahol kislány van, én azért szoktam látni a kislányoknak a szemét, amikor meglátják Erzsébet királynét, és akkor kitárul a szemük, és tényleg ragyog, hogy hát ők a királynéval találkoztatnak. Azért ez is egy plusz akár a szülőknek. Azt gondolom, hogy a Gödöllői kastély sok szempontból is kimagasló a magyar kulturális kínálatban, vagy legalábbis különleges, és akkor nem bántunk meg talán másokat. Az egyik különlegességünk az, hogy a gyerekeket nagyon jól meg tudjuk szólítani. Fantasztikus múzeumpedagógus kollégáim vannak, jelenleg négyen, akik mindig figyelnek arra, hogy hogyan lehet azt a kiállítás tartalmat, azt a koncert tartalmat, azt a kulturális tartalmat, amit mi kínálni próbálunk, a gyerekek szempontjából is élvezetessé tenni. Valóban a kislányok arca a legnagyobb élmény, amikor megtalálkozhatnak Erzsébet királynéval, és a kollégáim megtanítják nekik, hogy hogyan kell pukedlizni, hogy kell meghajolni a királyné előtt. Nagyon sokszor előfordul, hogy kifejezetten a kislányok kérik az anyukákat, hogy úgy jöjjenek Erzsébet királynéhoz, és Sziszi kastélyát úgy látogassák meg, hogy vihessen virágot a királynénak. Úgyhogy bizony ilyenkor kell segítő az én kosztümös tárlatvezetőnek, akik elveszik ezeket az ajándékokat, hiszen a gyerekek, sőt sokszor a felnőttek is meglepetésekkel érkeznek Erzsébethez. Abban hiszünk, hogy a legmagasabb kulturális szolgáltatást is ma már csak élményszerűen lehet átadni a közönségnek, akkor tudjuk a magyar történelmet, kultúrát, szellemiséget közvetíteni feléjük, függetlenül attól, hogy magyarokról vagy külföldiekről van szó, hogyha az ő ízviláguknak megfelelően tálaljuk ezt a kínálatot, és mindenki megtalálja az élvezetet benne, és nem erőszakkal próbáljuk a történelmünket elmondani nekik. Én megmondom őszintén, hogy akárhányszor járok a kastélyban, azért ott van egy ilyen különleges érzése az embernek, de van egy helyszín, ami számomra a legkülönlegesebb, hát ez pedig a Barokk Színház. Nem csak azért, mert volt szerencsém a színpadon játszani is, vagy nézőként ott lenni, hanem tényleg a Barokk Színháznak van egy ilyen
egyedi, különleges milliója, de hála az égnek azért ez a színház nem egy múzeumi színház, hanem ezt is megtöltitek élettel, mégpedig színdarabokkal, és ha jól tudom, akkor most is készültök valamire éppen. Igen, a színház kapcsán fontos számunkra, hogy friss levegőt vigyünk be, tehát hogy tényleg ne csak azt a fantasztikus kubatúrát mutassuk meg, ami építészetileg is azt gondolom, hogy egy csoda, hanem hogy legyen benne színdarab, legyen olyan, amit megérez az ember, hogy milyen az, amikor nem egy több száz vagy akár ezer fős nagy színházba ülök le, és távol vagyok a színésztől, hanem tényleg a legkisebb mimikai mozdulatot is, a legkisebb változást is szinte megérzem, nem csak látom. Ugye nagyon pici a távolság a közönség és a játszó színészek, művészek között, úgyhogy különleges atmoszférája van az egésznek, és ezt fűszerezi meg az építészeti csoda, meg a fejünk fölött az a kristálycsillár, bohémia csillár, meg az egésznek a hangulata, ami ott adott. Úgyhogy fontos számunkra, hogy legyenek előadások. Ugye különböző technikákkal próbáltunk létrehozni darabokat, irattunk a kastélyról szóló színdarabokat, és kértünk föl ismert és nagyon népszerű színészeket, hogy játszanak el szerepeket. Most az idei évben egy picit máshogy közelítjük meg, és a Thália Színi Tanodával kötöttünk egy megállapodást. Színi Tanodás fiatalokat, illetve az elmúlt egy-két évben végzetteket kérjük föl, hogy hozzanak létre darabokat. Tavalyi évben nagyon nagy sikere volt a Rómeó és Júliának, ami szintén egy sétáló darab volt, ami nem csak a színházban játszódott, hanem végig lehetett a színészekkel az épületen és a parkban is közlekedve a darabot élvezni, és egy picit megismerni a kastélyt, ezt idén is folytatjuk. Lesznek gyerekelőadások, négyszögletű kerekerdő, ami szintén tavaly decemberben került bemutatásra, és nagyon népszerű volt, kérte a közönség, hogy folytassuk. Iskolás csoportok jelentkeznek be rá kompletten, de tartunk föl jegyeket a családi érdeklődőknek. De egy picit elkalandozunk, mert azt szoktam mondani, hogy Ferenc József se úgy jött be a Gödöllői kastélyba, hogy hú, ezt a kastélyt mikor is építették, az 1700-as években, akkor itt csak az 1700-as évekből származó zenét meg színdarabot lehet játszani. Tehát, hogy szerintem van helye a Gödöllői kastélyba kortársnak is, vagy könnyedebb daraboknak is, vagy akár nehezebb daraboknak is. Egy pszichotrillerrel is próbálkozunk, Gázlánga címe, ami sok érzelmet vált majd ki a közönségből, és Mészáros Beáta majd segít ennek a feldolgozásában. Tehát drámapedagógiát is viszünk be a darabok elé, illetve után, hogy ki lehessen beszélni az érzelmeket az embereknek. Mert hogy szerintem a Gödöllői kastélynak, meg a kastélyoknak ámblokk a legfontosabb szerepe, hogy érzelmeket váltott ki az emberekből, hatott másokra. A kicsi kastélyok csak kisebb közönségre tudtak hatni, az ilyen nagy kastélyok, mint a miénk, amire mi büszkék lehetünk itt Gödöllő, meg nem csak egy országra, hanem akár a világra is tudtak hatni. Gondoljunk bele a történelembe, Mária Terézia látogatásától egészen a 2011-es EU elnökségig, mekkora hatást tud gyakorolni a Gödöllői kastély. A színházban erre is próbálunk figyelni, és a hatást drámapedagógiával erősítjük. És azt gondolom, hogy azért még lesznek meglepetések ebben az évben, úgyhogy egy biztos veled nem csak a kastélyban, de még itt is fogunk találkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és jó munkát kívánok neked, a kollégáknak, és akkor leghamarabb talán az Ibolya napon, aztán majd az előadásokat, és az év folyamán a többi rendezvényen biztos találkozunk. Köszönöm a lehetőséget, nagy szeretettel várni bármikor. Műsorunkat folytassuk kertészkedéssel, így hát látogassunk el a Pálmaházba. Köszöntöm a nézőket második alkalommal. Ebben az adásban a tavaszi aktualitásként éppen sorra kerülő gyümölcsfák meccéséről szeretnék pár mondatot, pár gondolatot elmondani. Nem kiemelve egyet-egyet, hanem általános jellemzőket szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy így a tavasz közelettével, illetve a gyümölcsfák hajtásának a közelettével milyen munkákat kell elvégezni. Ebben az időszakban jellemzően a gyümölcsfáknak a lemosását érdemes elvégezni. Ez nagyon fontos különböző gombás, illetve egyéb
kártevők, kórokozók kordában tartásához, illetve a növényvédelemnek nagy jelentőséget ad a maga a metszés. Tehát a növényvédelemnek körülbelül a 60%-át kiteszi maga a metszés. Ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb növényvédőszert kell majd esetlegesen a szezonban használjunk, amivel megvédjük a fáinkat. Jellemzően lemosásra egyéb réz, illetve kéntartalmú lemosószereket használunk, ezekre nagyon széles palettájú termékeket lehet kapni bármelyik gazdaboltban, illetve tematikus boltokban. Igazából csak válogatni kell. A kijuttatása ezeknek a szereknek nagyon egyszerű, egy egyszerű kézi háti permetezővel, vagy kisebb kézi pumpás permetezővel ki lehet ezeket a szereket juttatni a növényekre. Ezek mind általános használatú szerek, tehát nem kell hozzá semmilyen képzettség vagy engedély, bárhol beszerezhető, bárki használhatja. Általában nem veszélyes szerek, tehát gond nélkül lehet őket alkalmazni. Metszés során jellemzően a növényeknek a terheltségét állítjuk be, ami azt jelenti, hogy abban az évben milyen mennyiségű virágot, milyen mennyiségű termést szeretnék azon a fán látni, illetve mennyi termést szeretnék azon a fán látni. Ezt úgy tudjuk beállítani, hogy a termőképeteket, termőrügyeket itt például lehet látni, ez egy nagyon szép termőbokréta, egy cseresznyén, vagy egy medgyen, bocsánat. Ezeket a termőrügyeket ritkítva, illetve visszavágva tudjuk a növénynek a terheltségét beállítani. Nem tudjuk túlterhelni a fát, pontosabban a fának a túlterheltségét tudjuk megakadályozni, hogy nagyon bevirágozzon és túl sok termést próbáljon hozni. Ennek az eredménye nagyon sokszor az, hogy maga a növény úgy mondjuk, hogy összeszakad, tehát túl sok termést próbál beérlelni, és ugye nyilván ez nem sikerül, hiszen nincs összhangban a növénynek a mérete, és a virágnak a mennyisége, ezért túl sok tápanyagot próbál felhasználni, illetve túl sok tápanyagot használ fel a gyümölcs kötődésére, és ezáltal túlterhelődik a fa, összeszakad, kiszárad nagyon sok esetben, vagy egész egyszerűen eldobálja a virágokat, vagy a termés kezdeményeket. Minden gyümölcs típusra megvan speciális metszésmód, illetve nem is inkább metszésmód, hanem koronaforma, ami jellemző almára, orsó vagy egyéb sudaras formák, barackokra, medgyekre, cseresznyékre, egyéb csonthéjasokra pedig inkább váza, vagy hát katlan koronaforma. Ezeknek a koronaformáknak a jelentősége az a besugárzott fény mennyiségének a felhasználása, tehát hogy minél több fényt engedjen a korona belsejébe, ami által jobban, illetve több termésrűt tud kifejlődni, több termésünk és szebb minőségű, jobb minőségű termésünk keletkezik. Ezt szintén a metszéssel tudjuk elérni. Metszéskor természetesen a beteg, illetve nem odaillő részeket eltávolítjuk. A beteg részeket ugye nem kell említenem, hogy mit jelent ágsérülés vagy törés jelet lehet ezek. Ezeket nyilván mindig le kell vágni. Az oda nem illő részeket pedig, ami keresztezik egymást, vagy a korona belseje felé nőnek ezek az ágak, ezeket minden esetben el kell távolítani, hiszen árnyékolja egyik ág a másikat. Vagy esetleg, hogyha összeérnek ezek az ágak, akkor ott a szél hatására dörzsölés lesz, ott egy bőrfelületen sebzés keletkezik, aminek a felületén pedig különböző kártevő kórokozók bejutnak, és betegítik meg a fánkat. Nagyjából így pár mondatban ennyi lett volna, amit szerettem volna elmondani. Remélem tudtam segíteni. Mindenkinek jó munkát kívánok, és további szép napot! Március 15-ével Gödöllön mondhatni, hogy egy új közlekedési eszközzel bővül a város, ez pedig az e-roller. És azért mondom ezt most így jövő időben, mert bár már a műsor szerint ugye szombaton vagyunk, igazából megmondjuk őszintén, ezt kicsit hamarabb vettük fel, március 15-e előtt, tehát hogy pontosan
mi is lesz, vagy mi történt már. Itt néha egy kicsit lehet, hogy keveredni fogunk, mégpedig Mészáros Judit főépítésszel, aki ezt az egészet összefogta mondhatni. Szia! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Tehát hogy állunk most akkor e-roller ügyileg? Azt kell tudni, ugye, hogy rollerek már közlekedtek a városban, de ugye ez egy közösségi roller, tehát ez egy bérlési lehetőség. A TIR cég keresett meg minket, Budapesten is van 3 különböző típusú ilyen közösségi bérelhető roller, az egyik a TIR. Ők jelentkeztek azzal, hogy ők Gödöllőben látják azt a potenciált, hogy itt van olyan turisztikai vonzerő is, belső közlekedés is, akár munkába járásra, hogy ők ezt sikeresnek tartanák, hogyha itt is Budapesten kívül megjelenne. Azt tudni kell, hogy ők Siófokon vannak egyébként, nyilván az is egy turisztikai, nagy turisztikai desztináció, de nem csak a turisztikai szezonban, hanem egész évben működik Siófokon is, és megkedvelték, megszerették az ottani lakosok is. Azért gondolták, hogy Gödöllőn is sikere lehet ennek a programnak. De most azért, aki mondjuk jár Budapesten, azért látja, hogy ezek az e-rollerek itt vannak eldobva, ott van az út szélén hagyva, keresztül esnek rajta Gödöllőn is, és ez vár ránk? Hát ennek megvoltak a gyerekbetegségei, ezekből nyilván a cégek is tanultak. A mostani állapot az az, hogy ezt nagyon jól lehet követni, tehát egy GPS-es nyomkövető van rajta, dedikált pontokon lehet felvenni a rollereket, és az applikációt csak ezeken a pontokon lehet leállítani. Tehát az, hogy a városban szerte szét hagyják a rollereket, ez ezzel megoldható. Nyilvánvalóan meg kell tanulni ennek a kultúrát, használatát, azért is fontos, hogy most egy próbaidőszakba kezdünk bele, tehát 3 hónapos próbaidőszak lesz, és utána a céggel együtt kiértékeljük, hogy ezt a gödöllőiek hogy fogadták, hogyan használják, és mik azok az esetleges fontosabb dolgok, amiket még szabályoznunk kell, esetleg akár rendeletileg, akár az applikációban, tehát ki fogjuk értékelni a tapasztalatokat, hogy hogyan használják. Én azt gondolom, nagyon sokan tartanak attól is, hogy hol lehet ezzel közlekedni. Csak bicikli úton, vagy járdán is járhatok vele, esetleg csak mondjuk ott az autók között lehet ezzel közlekedni, tehát ezt pontosan hol lehet majd vele menni? Az fontos, hogy ez egy járműnek számít, tehát tulajdonképpen a kerékpáros hálózatot lehet használni. Az nagyon jó, hogy ugye Gödöllőn a kerékpáros barátváros program keretében már azért kiterjedt kerékpárút hálózat van, ezeken lehet közlekedni. Gyárilag beállított maximális sebessége van a járműveknek, tehát 25 km/h, a korábbi híradásokban 20 km/h-ról beszéltünk, de a budapestiek is 25 km/h mennek, és egy zónában vagyunk Budapesttel, tehát így szabályozta le a cég. Tehát lehet használni a kerékpárutakat, járdán nem lehet vele közlekedni. Azt tudjuk, hogy vannak azért olyan vegyes forgalmú felületeink most is, mint a főtér, ahol megoldott most is, hogy ahol lehet a kerékpároknak közlekedni, hogy a gyalogosokat ez ne zavarja. Lesznek olyan ilyen vegyes forgalmú területek, ahol le lesz szintén, hát nem gyárilag, de az applikáció az lekorlátozza a sebességét, tehát lesznek olyan például a Pataktéren, vagy a Főtéren, ott lelassul gyakorlatilag a jármű, ha valaki odaér, és ott 5 km/h, tehát gyakorlatilag egy gyalogos lépéstempóban lehet ezeken a vegyes forgalmú területeken közlekedni, de kifejezetten dedikáltan járdán nem lehet használni, tehát akkor, ha ott nincs kerékpárút, akkor az úton lehet vele menni, mint egy járművel. Ugye nagyon sokat lehetett olvasni arról, hogy igazából ez minek is minősül, ezek az e-rollerek. Volt arról szó, hogy rendszámmal kell ellátni korábban, volt arról szó, hogy már még jogosítványhoz is kötni akarják, bukósisakkal lehet használni. Mik a szabályai? Ki használhatja és milyen feltételekkel? Jelenleg még ez folyamatban van a KRESZ-nek a szabályozása is, hogy a rollerekkel, ugye ez egy nagyon új közlekedési eszköz, tehát ilyen módon még a KRESZ sem annyira fed le minden részletszabályt. Most úgy lehet vele közlekedni, ahogy a kerékpárral. A cégnek, amikor valaki jelentkezik, vagy béreli a rollert, akkor a felhasználási szabályait el kell fogadni. Azt tudnunk kell, hogy 18 év felettiek használhatják csak,
Van egy ilyen 100 kg-os limit, hogy a felett nem lehet használni, de ezt nyilván mindenki saját felelősségre tartja be. Mi volt még, bocsánat, a kérdés? Milyen szabályok? Tehát kell-e mondjuk bukósisak? Bukósisak nem kell hozzá. A helyben úgy rendelkezik a cég is, hogyha a helyben mondjuk a város előírja ezt a közterületes rendeletében, akkor ők is ezt kötelezővé teszik, ezt majd a próbaidőszak után nézzük. Mi úgy látjuk, hogy városon belül erre most egyelőre nincs szükség, aztán a tapasztalatokból meglátjuk. Mondom, mindenkinek saját felelősségére használja, azért meg kell szokni ezt a járművet. Tehát én is már kipróbáltam, azért rá kell hangolódni, de nagyon hamar úgy ráérez az ember, hogy kell használni, azért a fordulást meg kell, rá kell érezni, hogy mert. Tehát nyilván először mindenki azért óvatosan álljon rá, és óvatosan kezdje el használni, és ahogy aztán maga biztosabbá válik, akkor használja csak a megengedett sebességet, persze, de ez a jármű nem is fog tudni ennél gyorsabban menni. A 18 éves életkort azt kiszabta meg, tehát ez mondjuk ez egy kressz, a város szabta meg, mert hogy igazából én azt gondolnám, hogy ez pont a középiskolásoknak lenne jó, hogy pont ne anyuka elvigye őt az iskolába autóval, azért mondjuk meg őszintén nagyon sokszor a iskola kezdés előtt egy-egy utcában, az iskola előtt nem lehet megmozdulni, mert ugye már majd, hogy nem, a osztályterembe is autóval viszik el a gyereket. Ugyanakkor mondjuk ez az e-roller, mint ahogy a bicikli is, lehet, hogy szívesebben használnák. Tehát, hogy ez nem volt mondjuk egy lehetőség, hogy ezt az életkort kicsit előrébb hozni? Hát ez kresszben még nincs szabályozva, ez a cégnek a saját belső szabályzata, tehát ezt el kell fogadni, ezt a szabályzatot, amikor az ember használja. Egyébként ugye egy internettel rendelkező mobiltelefon kell hozzá, és saját bankkártya számot kell megadni. Adott esetben ez is lehet már a középiskolásoknak, tehát ez se lehet akadály. Nyilván a felelősség miatt gondolták így. Azt gondolom, hogy az évek, ahogy ez picit beépül a rutinba, lehet, hogy ez változni fog, és ebben alakul a használat. Jelenleg most ezek a feltételei a használatnak. És akkor hol lehet hozzájutni? Tehát vannak e-roller parkolók a városban, vagy lesznek e-roller parkolók a városban? Hát most, amikor beszélgetünk, már most kezdi a VÜSZI felfesteni ezeket a piktogramokat, tehát most egyelőre ilyen roller mintázatú piktogramok lesznek burkolatra felfestve, és a cégnek az applikációjában lehet látni, hogy hol vannak ezek a parkolópontok. Mindig látja az adott felhasználó, hogy hol vannak szabad rollerek. Azért a cég igyekszik úgy menedzselni a flottát, hogy azért minden ponton lehetőség szerint legyen 2-3 roller, ami elérhető, de az is fontos tudni, hogy ezt előre le lehet foglalni. Tehát ha valaki 10 perccel előre tudja, hogy ő szeretné, hogyha az a roller onnan nem menne el, amíg ő mondjuk a kávézóban megiszik egy kávét, akkor le lehet foglalni, hogy ő 10 perc múlva azt szeretné bérelni, és akkor addig az lezárja, és másnak azt nem mutatja, tehát azt nem szabad rollerként mutatja, de így lehet akkor egy kicsit tervezni az utazásokat. Mit vár egyébként a város, hogy mekkora lesz ennek a használhatóság? Mennyien fogják használni? Ezt ugye mi csak reméljük, hogy ez egy népszerű eszköz lesz, azt tudni kell, hogy a városnak célkitűzése az, hogy ugye ez egy szakszó, hogy mobilitásváltás, tehát hogy álljunk át az autóról, az autós közlekedésről más eszközökre, akár a kerékpárra, akár az iskolába járáshoz, a pedibuszra, akár sétáljunk, és ez is egy olyan eszköz a roller, amit nem feltétlenül kell akkor mindenkinek megvásárolni egy ilyen eszköz, de nagyon, nagyon rugalmas útvonalválasztásokat tesz lehetővé, tehát ha valaki gondol valamit, és épp gyalog van, akkor is el tud jutni A-ból B-be, ennek a lefedettségét is úgy próbáltuk megtervezni, hogy azért olyan 200 méteren belül a népszerűbb desztináció közelében azért legyen e-roller parkoló, tehát lehessen arra számítani, hogyha én akár gyalog elindulok otthonról, és valami dolgom adódik a város másik pontjába, akkor ezt igénybe tudjam venni. Tehát ez nagyon fontos szerepe, hogy álljunk le arról, hogy mindenhova, akár egyedileg beülve az autóba, mindenhova a gépjárművet használjuk. Aki téged ismer, az szerintem sokat lehet a bicikli úton, biciklivel. Bicikliről e-roller.
Én nagyon szívesen használnám, és biztos, hogy nyilván ki fogom próbálni, de adott esetben nagyon szívesen használnám ilyen egyedi alkalom, akkor nyilván nem ezzel fogok minden nap munkába járni, de az is fontos, hogy ez cégek számára is nyitott. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a cég alkalmazottainak ő biztosítana egy bérletet, ami X számú feloldás, ugye itt mindig van egy feloldási díja és egy perc alapú díja, tehát ha 10 percig használja, az a felhasználó, akkor 10 percet kell kifizetni, és adott esetben cégek is jelentkezhetnek, hogy ők a munkavállalóiknak havi X percet vagy X feloldási lehetőséget nyújtanak azért, hogy esetleg ne autóval járjanak, vagy egy-egy eseti alkalommal, amikor helyszínelni kell menni, akkor ne kelljen nekik egy autót biztosítani, vagy sofőrt, vagy hasonlót, hanem ezt lehessen mobilan igénybe venni. Adásunk napján szombaton már igazából igénybe vehetik, és ki is próbálhatják. Úgyhogy ha minden igaz, és hiszünk a meteorológiának, a hétvégén pont jó idő lesz, úgyhogy a kedves nézők akár egy e-rollerrel most hétvégén körbe is járhatják a várost. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm szépen, hogy a mai szombatot is velünk töltötték. Azt gondolom, hogy nagyon sok információhoz juthattak, nagyon sok mindenről megtudhattak, és mint hallhatták, most hétvégén akár az e-rollert is kipróbálhatják itt Gödöllön. A jövő héten ismét találkozunk, reményeim szerint akkor már ismét Tápai Dóra fog itt ülni ebben a székben. A viszontlátásra, és szép hétvégét!